Önök a Pannon televízió híradóját látják. Reif Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Afrikával foglalkoznak a Pécsi Egyetemen. 15 éve alapították a kutatóközpontot. Varroda megváltozott munkaképességűeknek. Ágyneműket varnak a Máltai Gondoskodás Non-Profit Kft-nél. Végig kísérhetik a kedvencük utolsó útjait a gazdik. Kegyeletteljes szolgáltatást a kisállattartóknak. Kezdődik a Pécsi Nyári Színház. 6 produkció, színdarab, irodalmi est, koncert várja a közönséget. Afrika Kutatóközpont Pécsett. Már másfél évtizede működik a kutatóhely az egyetemen. Vezetőjük azt mondja, szeretnének olyan ismereteket átadni az embereknek, ami valós képet ad a kontinensről. Afrika jelentősége egyre nagyobb gazdasági, politikai értelemben, így érdemes megismerni ezt a területet. A Magyar Afrika Hét rendezvényén készültek ezek a felvételek korábban. Itt jelen volt a Pécsi Egyetem kutatóintézete is, amely idén ünnepli 15 éves fennállását. A magyar társadalom Afrika tudásának a korrekt, bővítését, tágítását tűztük célul, és azt hiszem, hogy ugyan az út nem egyszerű e tekintetben, de haladunk folyamatosan előre, legyen az az Afrika Szabad Egyetem előadás sorozatunk, legyenek a kulturális, interkulturális eseményeink, legyenek a nemzetközi tudományos konferenciáink, vagy egyébként az idén 18. éve, tehát még egyébként a 15 éven túlmutató módon, megszakítás nélkül folyamatosan publikált Afrika tanulmányok folyóirat segítségével ezeknek a tudásoknak a közkincsé tétele. Kérdés, hogy miért fontos többet tudnunk erről a földrészről? A mindennapokban úgy gondolják sokan, hogy egy távoli területről van szó, aminek a jobb megismerése nem olyan fontos. De ma már ez nem így van, mondja a központ vezetője. Azért fontos Afrika, mert ma a nemzetközi rendszerben, a 21. században, 2024-ben olyan összeköttetések vannak a világban, olyan egymásra utaltságok vannak a világban, hogy az afrikai kontinens nélkül, ahol számos történés zajlik, számos ügy zajlik, amelynek hatásai lehetnek, vannak egyébként Európára, vagy a latin-amerikai térségben, Afrikára is viszont, hiszen minden össze van kötve, egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mi történik Afrikában. Magyarország is kiveszi részét az Európai Unió Afrikát érintő humanitárius programjaiból. Ezen túlmenően pedig ott vannak azok a békemissziók, amelyekben a visegrádi országoktól egészen mondjuk ázsiai bezárólag számos és számos ország vesz részt. Magyarországnak is ki kell vennie ezekből a szerepét és a feladatait. Meg is tesszük ezt, én azt gondolom, az irány ilyen értelemben jó, szükséges minél inkább részt vennünk egyébként ezekben a fejlesztésekben, de itt alá szeretném azt húzni, hogy csak úgy, hogy egyébként a helyiekkel közösen valósulnak meg a különböző fejlesztések. Tarus István azt mondja, hazánk egyre határozottabban jelen van Afrikában a különböző programokon keresztül. A kutató szerint a jövőben nőni fog Afrika jelentősége a világ folyamatokban. A nyersanyagok, a piaci lehetőségek egyre jobban felértékelik ezt a kontinenst a világban. 3 milliós beruházást valósított meg önerőből a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Máltai Gondoskodás Non-Profit Kft. Varrodát alakítottak ki Pécsen a megváltozott munkaképességű emberek számára. Felügyelet alatt rendkívüli türelemmel oktatják őket. Ennek köszönhetően többek között ágyneműket varnak idős otthonok lakóinak. A telephelyen járt stábunk. Egy új varrodát alakítottak ki a Máltai Gondoskodás Non-Profit Kft. Telephelyén Pécsen, az Edison utcában. Ebben az épületben több helyiségben is dolgoznak a varrónők. Itt megváltozott munkaképességű emberek ágyneműket varnak. A varroda vezetőn kívül még 3-an dolgoznak itt. Nekik naponta 15 garnitúra ágyneműt kell elkészíteniük. Párnákat, ágyneműket készítünk, amibe tartozik egy nagy párna, a papla, meg a lepedő. Mindkét szélét behajtjuk 2 centisen, azt egyenesen le kell varni, utána tisztázóval körbe tisztázzuk, és igazából jöhet a vasalás és a csomagolás. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat működteti a Máltai Gondoskodás Non-Profit Kft-t 1996 óta, azzal a céllal, hogy munkát adjanak a megváltozott munkaképességű embereknek. Ez a varroda itt július 1-ével jött létre. A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett idős otthonok lakóinak készülnek ágyneműk és konyhai textiliák. 7 idős otthon működtet a Dél-Dunántúli régióban a Máltai Szeretetszolgálat.
közel 800 ellátott idős emberrel. Rendkívül nagy az ágynemű és konyhai textília igénye egy ilyen idős otthon üzemeltetésének, nagyon sűrűn kell cserélni őket. Ezt eddig a piaci vásárlásokból oldottuk meg. Az ötlet azért alakult ki, hogy van nekünk is kapacitásunk arra, és egy kis pályázati lehetőségből varrógépekhez is jutottunk, hogy egy saját varrodát alakítsunk ki. Ezek az egyszerűen megvarható konyhai textíliák, ágynemők, ezek tulajdonképpen megváltozott munkaképességű dolgozókkal és ragyogóan működnek, elkészíthetőek. A beruházás költsége 3 millió forint volt, melyet önerőből teremtettek elő. A varrógépek azok egy réges-régi pályázatból maradtak meg, ami már lefutott, annak a fenntartási időszaka is lejárt, és gyakorlatilag egy raktárban parkoltak, várták ezek a varrógépek, hogy újra hasznosításra kerüljenek. További terveik közt szerepel az idős otthonokban egy karbantartó csoport létrehozása a kisebb-nagyobb felújítási munkák elvégzése céljából. Ezt is önerőből kívánják megoldani. Rövid híreink következnek. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt július 12-éig péntekig a MÁVS tart. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet oszta a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. A volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között. A Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain oszt ásványvizet az utasoknak. A MÁV volán csoporta a vizet a készlet erejéig tudja biztosítani. Kérik az utasokat, elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljanak útra. Július 10-éig pótolhatják a felsőoktatásba felvételizők még hiányzó dokumentumaikat az e-felvételi felületén. Sorrendmódosításra azonban július 16-áig van még lehetőségük. A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Nem kell feltölteni a 2006. január 1-i után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, így a 2024. május-júniusi érettségi eredményeket tartalmazókat sem. A 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványokat, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásból veszi át. Ma már egyre több kisállattartónak fontos, hogyan búcsúzhat el elpusztult kedvenceitől. A szeretett kutyus, macska vagy más kisállat végső búcsúztatását könnyíti meg a pécsi kisállathamvasztó. Az ügyfeleiknek külön várakozót alakítottak ki, hogy végigkövethessék a kisállatok útját. Tappancs lenyomatok a kerámia edényeken, az egyiken még egy lánc is van, tappancs medállal. Ezen a másik edényen szívet formál egy cica sziluettje. Ezek olyan tárolók, amikben az egykori kedvencek földi maradványait őrizhetik meg a gazdik. Ebben a különleges kisállat honvasztóban az állattartók megvárhatják, míg kedvencük nyughelyére kerül. Próbálunk minél személyesebb kontaktust felépíteni az ügyfeleinkkel. Elmegyünk a kis állatért, elszállítjuk őket a telephelyünkre, akár ők is elhozhatják és részt vehetnek itt a hamvasztás folyamatában. Végig kísérhetik, hogy hogyan és mi történik. Van egy erre direkt egy várótermünk, amit kialakítottunk, és akkor itt kényelmesen meg tudják várni, akik messzebbről is érkeznek. Nem kell kétszer jönnik, itt végig kísérhetik ezt a folyamatot, hogy végig is biztonságban megtörténik a hamvasztás. A tulajdonos azt mondja, sokféle állattartó keresi meg őket. Mi keftelésből tartott kisállatoknak a hamvasztásával foglalkozunk legfőképpen, és állatbarátok, állattulajdonosok, kutyus gazdik, cica gazdik, de hát hamvasztottunk teknősbékát, papagájt, vadászgörényt, szóval minden ilyen házi állat, kinek mi a kis kedvence. Mi azokat hamvasztjuk itt kegyeleteljesen. Ez a Kemence tér, ahol a hamvasztás történik. Kisállatok tetemei kerülnek ide egy bizonyos súlyhatár alatt. De 60 kiló alattig bármilyen kisállatnak a hamvasztását el tudjuk végezni. Teljesen biztonságos folyamat, és utóégető résszel rendelkezik a gép, ami környezetvédelmileg
nagyon fontos, ugye a füstgázok és szagok ellen van egy utóégető rész, így nem kerül ki káros anyag a levegőbe. Molnár Attila azt mondja, komplett szolgáltatást nyújtanak, amit előre egyeztetnek az ügyfeleikkel. Megbeszéljük, hogy vagy háznál lesz az esetleg a kis állatnak az altatása, vagy állatorvosi rendelőbe kell menjünk, vagy ha elhunyt a kis állat magától, akkor mi kimegyünk a megadott címre, ott felvesszük a kis állatot, felvesszük a jegyzőkönyvet és a megrendelést, és akkor elszállítjuk a telephelyünkre. Itt tudjuk hűtve tárolni, amik sorra nem kerülnek, minden esetben egyéni hamvasztást végzünk, és ahogy sorra kerül, megtörténik a hamvasztás, amit dokumentálunk, és utána visszaszállítjuk a címre, ahova kérik az ügyfelek a halmokat a kis urnában. De akár megvárhatják a helyszínen is a folyamat végét, és akkor ők vehetik át az urnát személyesen. Ezt a helyiséget a gazdiknak alakították ki. Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik, ezt mondta egykor Mahatma Gandhi. Molnár Attila szerint ez igaz a haláluk után is. Ezért nyújtanak olyan szolgáltatást, ami méltó búcsút biztosít a gazdiknak az egykori kedvencüktől. Idén is fergeteges vígjátékok és különleges vendégelőadások érkeznek a Pécsi Nyári Színházba. Július 9-ével kapuját nyitja a Nyári Esték Teátruma a Káptalan Kertben. 6 előadás várja a szabadtéri programok híveit, melyek között nem csak színdarabok, hanem koncert és irodalmi est is szórakoztatja majd a közönséget. Visszatérő vendég nyitja a Pécsi Nyári Színházi programsorozatot idén. Egy világhírű klasszikussal indít a szabadtéri teátrum július 9-én. A Pesti Művészínház a Jövőre veled ugyanitt című vígjátékot mutatja be Egyházi Géza és Fogarasi Bernadett előadásában, melynek rendezője Márton András Jászai Díjas művész. Több visszatérő művész és társulat is érkezik a nyáresti előadásokra, fogalmazott Urik Teodóra, a Pécsi Balett Nonprofit Kft. Ügyvezetője, mely a Pécsi Nyári Színházi előadások szervezője. Vannak visszatérő színházi együtteseink, például a Pesti Színház, Kaposvári Csiki Gergely, és jön nekünk a Csíkzenekar, Preser Gábor, Szabó Balázs és bandája jön, és hát Kamarás Iván is jön egy színházi koncertesttel, úgyhogy ugyanúgy várjuk a kedves nézőket, ahogy eddig is. Egy tűt nem lehetett lejteni eddig sem, mindig telt házzal játszottunk mindent, mert ezeken a nyári estéken nagyon-nagyon boldogan kíváncsi a közönség arra, hogy színvonalasan szórakozzon, és ezeket mi megpróbáljuk teljesíteni. A Pécsi Balett Nonprofit Kft. Működteti a nyári színházat. Nagyon fontos számukra számos régi szép emléket ébreszt Urik Teodórában ez a rangos, értékes múlt. Azért vállaltuk el, mert ez egy nagyon-nagyon szeretett örökség. Nagyon sokat léptünk föl annak idején, amikor Bagosi László, Vidákovics Antal és Ek Imre szervezték és csinálták a Pécsi Nyári Színházat. Nagyon sok balett előadásunk volt, minden évben játszottunk, és nekünk ez szívünk csücske, ez a helyszín. A probléma az, hogy balett előadást nem tudunk létrehozni, mert nagyon nagy költség lenne a színpad. Olyan szintű helyreállítása, amin spiccipőbe, vagy mezitláb, vagy táncolni lehet. De reméljük, ez is sikerül majd egyszer. Rendszeresen visszatérő az Orlai produkció. Most Thomas Vinterberg és Tobias Lindholm Még egy kört mindenkinek című vadonatúj előadásával érkezik, mely a hatalmas sikerű Oscar-díjas dán film alapján készült színdarab. Július 21-én először mutatkozik be a Pécsi Nyári Színházban Kamarás Iván. A Jászai Díjas művész a Veled maradok című koncertszínházi előadásával varázsolja el közönségét. A legnagyobb magyar slágerek, a legismertebb világslágerek csendülnek majd fel. És lesz egy 6. ráadás előadás, mely még meglepetés. Érdemes a Pécsi Nyári Színház Facebook oldalát és honlapját böngészni. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Második alkalommal szervezte meg az országos vízipisztoly csatát a Magyar Fürdőszövetség, melyhez több baranyai helyszín is csatlakozott. A Harkányi Strand is helyszín volt a szintén Harkányi Dráva Hotel és a Pécsi Hullámfürdő mellett. Ám a tavaly felállított rekordot idén nem sikerült megdönteni. 2023-ban összesen 5900-an vettek részt a csatában, idén viszont kevesebb résztvevő fogott pisztolyt, 5500-an.
Szabadban. Az országos program elérte a célját, a strandhelyek népszerűsítése mellett remek hangulatot teremtett a rengeteg csatázó. Idén zajlik a 8. nemzetközi, egyben 15. hazai országos fehér gólya felmérés, amelyhez a lakosság segítségét is kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az egyesület arra kéri a lakosságot, hogy bárki, aki gólyafészket lát, küldje el a szervezetnek azt, hogy hol található a gólyafészek, volt-e költés idén, hány fióka repült ki és gyűrűzött, volt-e a gólya. Az adatokat az egyesület által fejlesztett rendszeren elérhető ingyenes okostelefonos alkalmazáson keresztül lehet beküldeni. A közlemény szerint az adatokra azért van szükség, hogy nyomon lehessen követni az állomány változását, a veszélyeztető tényezőket, és ezek alapján a szakemberek ki tudják alakítani a madarak megfelelő védelmét. A 8 évtizede még 16 ezer páros fehér gólya állomány 2019-re alig negyedére csökkent. A legutóbbi országos fészek számláláskor emelik ki a közleményben. A régió híreivel folytatjuk. Szekszárdi magyar izraeli baráti társaság és a szekszárdi izraelitak hitközség tagjai közös megemlékezést tartottak a holokauszt 80. évfordulóján a szekszárdi művészetek házában. A megjelentek együtt tisztelegtek az áldozatok előtt, és a nemrég elhunyt Friedman Tamásra is emlékeztek. Az évfordulós rendezvény Csötöni László Szekszárd város közgyűlése kulturális bizottságának elnöke nyitotta meg, aki megható szavakkal köszöntötte az emlékezőket. Ezt követően Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere tartott emlékező beszédet, amelyben a holokauszt szörnyűségeit és annak hatásait elevenítette fel. Kiemelte, hogy tavasszal több botlatókövet is elhelyeztek a városban az áldozatok emlékére. 1944-ben kiváló és tehetséges emberek estek áldozatául itt a szekszárdi lakosok közül is, és hát gyakorlatilag így ezzel méltó megemlékezést tudunk adni. Sajnálatos esemény árnyékolja be a mai megemlékezést. Sajnos Friedman Tamás barátunk a héten elhunyt, és hát ő örökös házigazdája volt ennek a megemlékezésnek, és szívén viselte a szekszárd és a környékbeli zsidóságnak az életét. Nagyon sok munkát végzett, nagyon-nagyon komoly tevékenységet végzett a megemlékezések és az egyéb feladatok érdekében. Szekszárdon és közvetlen vonzás körzetében a II. Világháborút megelőzően 750 zsidó származású ember élt. 1944-ben Auschwitzba és a többi munka- és haláltáborba deportált mintegy 650 zsidó szeméből 600-an már nem tértek haza élve. Idén 80 éve, hogy 44-ben utolérte a magyar zsidókat, ugye a szekszárdiakat is, az a borzalom, amit a náci Németország és a helyi kollaboránsaik nekik előkészítettek és szántak, és ez a tragédia feldolgozhatatlan mind a mai napig. A szekszárdi megemlékezés mindig nagyon nívós és nagyon művészi. Jó, hogy fiatalok azok, akik ezt mind prezentálják, de arra emlékeztettem mindenkit a megemlékezés rámeső részében, hogy a nácizmus csak részben hozott újat, részben csak felerősítette azt, ami Európában eleve megvolt. És hogy ez a métej, ez még nem veszett ki teljesen. A II. Világháború után 5 millió zsidó élt Európában. Már ez a szám 1 millió alá esett. Két tűzesethez és 7 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói a hétvégén. Erről számolt be Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Az elmúlt hétvége sem volt tűz- és balesetmentes Tolna vármegyében. Ez a ház Kajdacson gyulladt ki vasárnap. Itt egy családi ház két helysége, valamint a tetőszerkezetet gyulladt ki, a paksi hivatásos tűzoltók vonultak az eseményhez. Ők vízsugarak, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. Két propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből, amelynek lakóját enyhe füstmérgezéssel szállították kórházba a mentők. Itt hívnám fel a lakosság figyelmét, hogy a füstérzékelők
ezekben az esetekben is például segíthetnek, még idejében jeleznek, amikor van lehetőségünk arra, hogy elhagyjuk még épségben az otthonunkat, tehát tudunk ilyenkor mi hamarabb a szabad levegőre célszerű távozni, adott esetben utána már kint áramtalanítani, illetve akár a gázt elzárni. A nem várt tűzesetek több okból könnyen kialakulhatnak, mondja a szóvivő. A tüzet az elektromos meghibásodásokon kívül okozhatja egy égve felejtett cigaretta, gyertya vagy mécses is. Ezen felül még történt egy szabadtéri tűzeset is a hétvégén, ez Decskürt területén a tegnap, tehát vasárnap kellett a tűzoltóknak vonulniuk, ide a szekszárdi hivatásos tűzoltók siettek, mintegy 700 négyzetméteren borult lángba a tarló, ezt az avaroltó, valamint kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Négy alkalommal pedig közlekedési balesetekhez vonultak a tolnai lánglovagok. Idén ezekből összesen már 142 eset volt, 90 sérült el, négy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. A szombaton két személy autó ütközött össze Bonyhádon, a 6-os számú úton. Itt célszerű mindig a sebességet az útviszonyoknak megfelelően megválasztani, nyilván megfelelő állapotú műszaki állapotban lévő gépjárművel közlekedni, figyelembe venni azt az időjárási körülményeket, amelyek lehetnek egy hirtelen leszakadó, lezúduló, akár így özönvízszerű villámárvíz is, lehet az erősebb szél, ami szélökések formájában egyszer jelentkezhet, illetve adott esetben fák is dőlhetnek az utakra, vagy fogágak szakadhatnak az úttestre. A nyári meleg hónapokban pedig a hőséggel is számolni kell. Fontos pótolni a folyadékvesztességet és koncentráltan, biztonságosan közlekedni. Idén tizedszer hirdeti meg a Balatoni Kör Európa első és máig egyetlen strandétel versenyét, az év strandétele elnevezésű megmérettetést. Ez nagyban hozzájárult, hogy az utóbbi évtizedben jelentősen bővült, izgalmasabbá, egészségesebbé és kreatívabbá vált a Balaton gasztrokínálata. A nevezéseket július 10-ig várják, eredményhirdetés pedig a hónap végén lesz. Helyi alapanyagokból helyi specialitások kreatívan. Ilyen ételeket várnak az idei év strandételére nevezőktől. Fontos, hogy a vendéglátóhelyek inkább hagyományos ételek újragondolásában balatoni ételekkel nevezzenek. Nem lehetetlen, de nagyon nehéz lenne nyerni mondjuk egy hamburgerrel ezen a versenyen, mert abban aztán önmagában semmi érdekes nincs, hogy valaki ad egy hamburgert. Még akkor sem, sajnos, hogyha a mi szempontunkból, hogyha nagyon jól készíti el, mert hamburger, pizza, meg mit tudom én, tehát van néhány ilyen unalomig népszerű étel. Mi pont azt szeretnénk, hogyha ennél sokkal izgalmasabb és helyibb lenne a kínálat, mert a felsoroltak közül egyik sem balatoni étel. A zsűri tagjai sok szempontot fognak értékelni, és Kardos Gábor szerint az is lényeges a helyi alapanyagok felhasználása mellett, hogy milyen módon tálalják az ételt. Én szeretném, hogyha eljutnánk oda, hogy a helyi dolgaink, ami értékteremtő, azok egyben népszerűek is legyenek, és minél több ember keresse ezeket. Ez is célja a versenynek. Tehát olyasmit szeretnénk, ami azért nem túlságosan így a fantázia világban marad, hanem ami működik egy gyorsan elkészíthető, jól elkészíthető, szépen, de egyszerűen akár, de jól tálalható étel. Szerintem például egyébként a tálaláson is nagyon sokat lehetne javítani sok helyen, mert csak úgy oda vannak téve dolgok, pedig igenis sokkal jobb érzés egy ételhez hozzákezdeni és megenni, hogyha gusztusosan, ízlésesen van tálalva. A szervezők idén is szeretnének vegetáriánus, illetve vegán külön díjat kiadni, ezért bíztatják a nevezőket, hogy ebben a műfajban is nevezzenek ételt, mivel ezen a téren kiemelten fontos erősíteni a balatoni kínálatot. Az idei fő újdonság az, hogy stranddesszert kategóriában is külön díjat adnának a legjobbnak, akár a szokásos palacsinta, gofri, rétes kínálat kreatív megújításával, vagy egy teljesen új stranddesszert kitalálásával. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Afrikával foglalkoznak a Pécsi Egyetemen. 15 éve alapították a kutatóközpontot. Varroda megváltozott munkaképességűeknek. Ágyneműket varnak a Máltai Gondoskodás Non-Profit Kft.-nél. Végig kísérhetik a kedvencük utolsó útjait a gazdik. Kegyeletteljes szolgáltatást a kisállattartóknak. Kezdődik a Pécsi Nyári Színház. 6 produkció, színdarab, irodalmi est, koncert várja a közönséget. Szerdán folytatódik a hőség, a
túlnyomóan napos időben 33-36 fokra számíthatunk. Délután helyenként a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északkeleti, keleti, majd délkeleti szél főként az északi tájakon lehet élénk. Friss híreinkkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!